Hello, sziasztok, fiúk, lányok, ez itt a Blik, meg Győző, Dumájuk, meg Podcast rovata, elképesztő sokan néztek és hallgattok minket. Ennek mi örülünk, az azt jelenti, hogy talán jók is vagyunk. Izgalmas emberekkel beszélgetünk minden héten. Hát most már lassan egy éve, a helyzet még mindig fokozódik, de már azt hiszem, látjuk az alagút végén a fényt. Én már megkaptam az első oltást, remélem ti is azok között vagytok, és azok közé tartoztak, akik kampányolnak az oltás mellett, és fontosnak érzik, hogy mielőbb jussunk ki ebből a kátyúból. Egy olyan emberrel fogom beszélgetni, akivel már akkor ismertük egymást, amikor még mielőtt még ő lett, és én lettem, aki még akkor, amikor még ő még nem volt a nagy ő, akkor még ugye Budapest utcáin és szórakozáin találkoztunk, akkor még magas volt, most ugyanolyan magas, fekete, szobba hordta a haját, akkor is meghatározó figurája volt a társaságnak, és ugye egy olyan kulturális és intellektuális rést tört ki ma is, és már 20 éve a placon, ami elképesztő, és bár legutóbb azt nyilatkoztál egy műsorban, hogy még egyetlen pillanat is sem tudott olyan lenni, vagy az lenni, ami igazán szeretne lenni, ezt én most megvétózom, és ez nem igaz, mert ő egy olyan egyénisége a platformnak és a placnak, ami egyszerűen unikális és pótolhatatlan. És az én nagyon-nagyon régi barátom, Hajós Andris. Szevasz! Szevasz, sziasztok nézők, szia Győző! Régen beszéltünk, és nagyon jól esik, amit mondtál, és megerősítelek, egyébként te is már akkor, amikor megismertelek, és még nem voltál a nagy ő, igazából szerintem megdicsérhetjük magunkat, hogy szerintem ugyanazok vagyunk nagyjából, akik akkor voltunk. Nyilván családapák, évek, évtizedek, munkatapasztalatok, de én nagyjából úgy gondolom, hogy a lényegünk az talán megmaradt annak a hülye gyereknek, akik voltunk akkor. Hát azok voltunk, és elképesztő sok kalandunk és sztorink volt, és ugye még mielőtt belementünk a beszélgetésbe, telefonon említettük ezt, hogy ugye a mai fiatalságnak vajon mennyire van nehezebb vagy könnyebb dolga, mert ugye mi megéltük a nagy sztorikat, ott többek között olyan sztorit is, amire nem tudom, hogy emlékszel-e, de én ha valakinek, és rólad van szó, és valakinek mesélem, akkor ezt úgy mesélem el, mint egy igazi hős tett a terészedről. Emlékszel arra, hogy volt a 94 körül egy totálkenő hely, ahol nekem engem alaposan helybe hagytak, és agyabugyáltak, és te az öletbe vittél haza. Emlékszel te arra? Emlékszem ilyesmire, de én olyanra is emlékszem, hogy te dühödbe, veszekedés közben törtél sörös üvegeket a fejeden, meg olyanra is emlékszem, hogy engem agyabugyáltak el, szóval ezekből volt egy pár ilyen, de igen. De te engem, szerintem... engem megmentettél ott az emberek között, igen, eltörtem a sörös üveget a fejemen, ezért egyszer be is vittek a detoxba, azt hitték, hogy részleg vagyok, pedig nem voltam az, de aztán ugyanígy eltörtem a fejemen ebből verekedés, ott te kimentettél a totálkárból, emlékszem, és az ugye az a körút elején van, azon elején, vagy a másik végén van te engem, az ölemben, mint egy háborús sérült társadat cipeltél hát, végig a körúton a Pannonia utcáig. Tehát az elképesztő, hogy te milyen utat jártál be velem akkor. Hát tulajdonképpen kihordtalak, tehát megszültelek végül is ilyen értelemben. De hát picit visszakapcsolva arra, amit mondtál, hogy egyel valóságosabb, igazibb élményeink voltak szerintem, mint amit most a virtuális világ kínál, és szerintem ez se jobb, se rosszabb, más volt. Nekünk beszélgetni kellett, tehát ez nem a régen minden jobb dumát akarom nyomni. Igen. Nagyon sok fiatal barátom van, zenészek, társaságom nagy része inkább fiatalabb, vagy jóval fiatalabb, mint én. Látom, hogy élnek, és látom, hogy ugyanazok az értékek léteznek, szóval itt nem egy ilyen Armageddont kiabálok, de az a különbség, hogy nekünk úgy kellett akár csajozni, akár megismerkedni, akár egy konfliktust rendezni, hogy most van, valóság van, érintés van, az idő más. Haverom most azt mondta múltkor, hogy eszébe jutott, hogy volt olyan, hogy akart beszélni a Lacival, ő zuglói, kiment Óbudára busszal, 3-4 óra, becsöngetett, csokkolom, a Laci itthon van? Nincs. Csokkolom, és hazament. És hogy ez így, és ő nem gondolta akkor azt, hogy ez valami tragédia, hanem ez volt, nem volt mobiltelefon. Nem jött össze. Igen. Hogy oldja meg a mai fiatal, ugye, telefon, vagy videócset, vagy stb., ha vannak egyáltalán platformok, de szerintem már csak ebben a térben létezünk, nem is kell, hogy találkozzunk, nem? Egy de más. Mi is ilyenek vagyunk, én is bizonyos értelemben telefonfüggő vagyok, tehát hogy az életemnek, a munkámnak,
a produceri munkámnak egy jelentős része ezen zajlik. A Zoom, a telefon, az e-mail, a ráírás, a Google search, az izé, tehát én ezt nem tartom rossznak, de annak azért örülök, hogy nekünk voltak valóságos élményeink. Hát igen, most nehogy azt visszástak hangozzon az egész talán, mi most is Zoomon beszélgetünk, ezt azért csináljuk, mert ugye vírushelyzet van. Egyébként természetesen személyesen találkoznánk itt benne a stúdióban, és csinálnánk az interjút, még mielőtt bárki... Noha én egyébként védett vagyok már. Én átestem tavaly. Én védett vagyok már. Én pont a múlt héten csináltattam egy ilyen vérképet, amiben IgG antitest. Mennyi? 1,23, és azt írták, hogy 4-7 hónapig nem várható a megbetegedésem, ezzel együtt nyilván vigyázok, meg minden, és be is fogom majd magam oltatni, csak majd talán egy következő körben, mert most konzultáltam most az orvosommal, és azt mondta, hogy nem szükség. Hát azért, mert igen, most tudom, még védett. Most védett vagyok. Védett vagy, de azért tudod, hogy hordozod, hogyha bekapod, akkor tudod továbbadni. Tudom, és erre azért vigyázok is, de hát most például forgatni fogunk, és ez egy nagy dilemma volt, ugye indul a Dalfutárnak az új évada, egy 2 hét múlva kezdjük forgatni, most megy a szervezkedés, a legmagasabb hőfokon égünk, és hát itt van ez a szerencsére a stábunknak a 90-valahány százaléka oltott, valaki éppen most kapja az oltást, meg minden dologra vigyázunk, de hát közben azért nem lehet nem kimenni az utcára. Szóval az az igazság, hogy mi úgy érezzük, hogy megkockáztatjuk ezt most, persze tesztelünk, stb., de nem lehet, nem, én már nem tudok tovább bezárkózva lenni. Most az egyrészt pszichésen, másrészt anyagilag, abban az értelemben is, hogy hát a projekteknek, vagy amit felépítettem, annak mennie kell. Szóval képzeld, nekem volt azért nyilván, mint mindenki, én is otthon voltam hónapokat, és ugye a mi szakmánk, a színpad, én, hát az így nyisz elvágta ez a helyzet. Nekem volt egy önálló est sorozatom az országban, az gyakorlatilag kuka. A Majkával bepróbáltunk pont egy új ilyen közös önálló estet, doktorhajós, doktormajoros, és arról szólt, hogy ilyen fehér köpenyes orvosként mi tanácsokat adunk, és nyilván tiszta hülyeség az egész, de nézők meg bejönnek, és egy küblibe bedobják a kérdéseiket. Doktor urak, miért büdös a férjem lába? Doktor úr, mi az örök szerelem titka? Tehát minden, és akkor erre mi válaszunk. És ebből is volt kettő... Improsztatok, vagy az improsztatok erre? Improsztunk, igen. És tök jól működött a dolog, és abból is kettő volt, Szegeden és Miskolcon, tán, akik ott voltak, emlékeznek, hogy tök jól szórakoztunk, és az is semmi. Úgyhogy én már úgy voltam, nagyon sokat sportoltam itthon, meg írtam 6 sorozatot, 8 műsortervet, de meg már kikapáltam a kertet, meg minden, és akkor egyszer dolgozni kell, mert kézzel volt egy olyan érzésem, egyszer csak a nagy Covid közben, hogy mintha én megbuktam volna. Tehát, hogy én eddig életemben úgy érzem, hogy sok mindent csináltam, és úgy minden tartott afelé, és ha nem lenne a Covid, akkor minden oké lenne, és mégis az az érzéssel kellett itthon ülnöm, mintha büntetésben lennék, és ilyen érzés lehet úgy megbukni, hogy nem kíváncsi rám senki, nem mennek a műsoraim, és nagyon rossz volt. Van-e most fiatal kihívót például? Én senkit nem tekintek. Márkóval most jobban vagytok, azt tudom. A Márkóval is, ő mondjuk nem egy stand-up vonal, én a stand-up világából egy kicsit kijebb szálltam, de például jártam úgy, hogy ennek az önálló est sorozatnak a kapcsán, mit tudom, Debrecenbe Campus Fesztiválra eljutottam, és akkor ott egyszer csak észrevettem, hogy én azt hittem valami színpadon fogok állni, és kiderült, hogy ez valami utca, a fesztiválnak egy utcája, a Hubor színpad, és akkor ott álltam úgy, hogy közben két színpadon... 50 méterrel odébb egy másik fel, más valaki tolt a műsor. Próbál. Nem, és akkor utánam a kis Ádám jött, és én egy ponton észrevettem azt, hogy ez egy megmérettetés helyzet. De ott, mert az Ádám is úgy nézett egy kicsit, hogy na, akkor lássuk, és ezt én nem bánom, ezt szerintem helyes, ez kell is. Jöjjenek és mondják azt, hogy, és hát azért ő is azért már enyhén szóval letett az asztalra egy-két dolgot, igen. Tehát azért nem mondhatjuk azt, hogy kezdő, csak egyszer életkorilag. És akkor láttam, hogy ő ott van baloldalon, és onnan néz, és láttam, hogy a menedzser, aki az egészet szervezte, az is egy kicsit úgy néz, hogy oké, hát színpadokon megy, heti hetesben megy, na de mi van a fesztivál utcán?
ahol tulajdonképpen nulla ember áll, tehát azt a nullából kell felépíteni. Szevasztok, figyelj, te ott, gyere már közel, ne sétáljál. Komolyan mondod, egy lángos többet ér neked, mint én? Hát én rajtam is van annyi zsír, mint egy lángoson. Oké, gyere, szórjál meg tejföl. Tehát ott alapból kell, és én ezt borzasztóan élvezem, és akkor ott felszívtam magam, és kicsit azért úgy persze az Ádám felé is mutatva, hogy azért ez itt még van. Végül összekalapáltam magamnak egy olyan 150-200 embert, lement a kis műsor, jót röhögtünk, és utána mondta az Ádám, és ez nekem nagyon fontos, hogy oké, így mondta, hogy hát az igen, ez még ott van, és aztán írt nekem a saját fellépése után este, hogy nekem mennyivel könnyebb volt, mert mire ő sorra került, addigra viszont az egyik színpadon a Well Hello, a másikon a tankcsapda játszott egyszerre. Tehát, ő se volt könnyű helyzetben, de azt hiszem, aki igazi stand-upos, az ezt a fajta street, vagy hogy mondjam, K1-es megmérettetést, azt szereti, mert ez néha kell. Nem mondom olyan egyébként, hogy bírnám már minden héten, azt már valószínűleg nem. Ami meg a fiatalokat illeti, én úgy voltam vele, hogy szerintem, ha az ember segíti a fiatalokat, én most éppen legutóbb volt egy botrány is abból, hogy én miért megyek el a Mi van a veled show-ba, akik egy ilyen kis abszurd dolgot próbáltak. Közben ismerem a két srácot, bár nem feltétlenül értek egyet ezzel a stílussal, amit ők csinálnak, én nem így csinálnám, de én mindig úgy gondoltam, és egyébként ezt is a dalfutárban, ezt hadd meséljem el, a dalfutárban volt egy bizonyos értelemben korszakos sorsfordító élményem. Ült mellettem egy fiatal zeneszerző, énekes, hangszerelő csaj, Kozma Kata, aki éppen csináltuk a dalfutárban a dolgunkat, és én éreztem magamban valamit, hogy valami nem stimmel. Én nem nagyon szeretek hazudni magamnak. Figyelgettem magam, hogy mi van. Egyszer csak azt kellett mondanom, figyelj, te ez neked mi a bajod ezzel a csajjal, András? Mi a bajod? Mit zavar? És egyszer csak rá kellett jönnöm, hogy én haragszom rá, mert mindenben jobb, mint én, és ő az, aki én akartam lenni. És amikor ezt megértettem, és lezajlott bennem az, hogy de hát ez hülyeség, András, te nem leszel most már visszamenőlegesen jobb zongorista attól, ha most ráharagszol, és megértettem, hogy ezt el kell engedni, és inkább örülni kell, és őt emelni, és örülni annak, hogy ő olyan, és akkor kiderült, hogy ha ezt a gyűlölet, versenyzés, féltékenység dolgot az ember elengedi, akkor kiderülhet, hogy mit tud viszont igazán, amivel meg tud neki adni valamit. Mert van tapasztalatom, mert van egy rálátásom, talán részleteiben nem vagyok olyan jó dolgokban, mint ő, de az egészet meg jobban látom. És ott én egy életre megtanultam azt, hogy én alapjaiba kifogom magamból írtani ezt a most akkor ő mérize, hát én azért többet tudok, hát mi időnkben meg én, az én utam. De szerintem annyira nem is voltál soha ilyen, a lelked mély, nem voltál te soha ilyen. Nem, mert de azért elindulnak ezek a motivumok. Nem mondd nekem, hogy te is színészként nem érzed magadba azt a kisördögöt néha feljönni, hogy na azért álljon meg a menet. Tehát szerintem egy profi ember ezt egy picit engedi is, felismeri, kidolgozza magából, és végigjárja ezt az utat, mert szerintem emberek vagyunk, így vagyunk megszerkesztve, hogy óhatatlan egy féltékenység, óhatatlan az idő múlásával egy olyan, hogy akkor ő. Én őszintén szóval, ha valaki jobb, mint én, annak nagyon őszintén tudok örülni, és most egy talán nagyképű mondatot fogok mondani. Ez valószínűleg azért van, mert én is nagyon jó vagyok. Tehát, hogy amennyit én ki tudtam hozni, érted, hogy elég jó vagyok. Nem a legjobb vagyok, lehettem volna jobb, de annyira pont vagyok jó, hogy nem kell gyűlölködnöm. Szóval én tolom a fiatalokat, ahol csak tudom. Tehát akkor nem csak egyfajta produceri, hanem most a kimondottan, de egyfajta mentori pozícióban. Igen, és akkor ezekkel néha Andis bácsi, és akkor beszélgettünk, akkor a műsort én úgy értékelem, meg néha elküldenek valamit, hogy én nézzem meg, hogy hogy vágja össze. Nem szeretem játszani a nagy ilyen szakmapápa szerepet, nem is vagyok az. De van egy csapat fiatal, aki azt hiszem azért tud hozzám így ragaszkodni, mert bár nyilván vannak tanárok, szakemberek, nagy szakmai istenek, de az én harcos utamatból tudják, hogy rám miben kell hallgatni. Meg azon kívül látnak, most nemrégiben előfordult, hogy pont egy ilyen társasággal aztán úgy alakult egy este, hogy annak volt egy olyan része, hogy
én tulajdonképpen félmeztelenül egy kalapáccsal táncoltam egy szoba közepén, ők pedig azon rögtek, hogy Andris bácsi bulika, Andris bácsi bulikapitány lett, ja. És utána mond, kicsit szabadkoztam, és mondták, hogy nem, hát akkor ők értik. Akkor most ők értik, hogy én miből vagyok, és az nem múlik el, és hogy szerintük ugyan kiröhögtek, és utána egyébként föltámogattak, és taxiba raktak, tehát azért vigyáztak rám, de ettől függetlenül másnap meg talán hitelesebben értik, amikor valamit arról beszélek, hogy humor, hogy időzítés, aha, hogy hitelesség, hogy vegyenek részt a szakmájukban teljes életükkel. Én most már kezdem egy kicsit néha érezni, bár én is köszönöm, hogy igen, a hajam az még egyelőre az enyém nem őszül, viszonylag jó formában vagyok, sportolok, de azért a bácsi érzés már azért kezd jönni, és ott egy kicsit próbálom eltartani magamtól, de hát ezt most már ugye nem lehet. Előbb-utóbb nem lehet. Nem lehet, hát, de erre mondom neked. Én is bevállalok még egy hajnalig tartott félmesztelű kalapáccsal. Most csak azért nem, mert ezt már levédetted. Tehát én most hát fogok egyet táncolni félmesztelő, akkor nem kalapáccsal, hanem egy rezsó valaki, valamivel. De azért még bevállalok én is, de már kezdjünk bácsisodni. Na. Persze, de szerintem ezzel nincs baj. Én ezért mondom mindig azt a példát, hogy én szeretek úgy tekinteni magamra, mint egy vintage sportkocsira. Meg volt a magam ideje, értem, hogy most nagyobb hengerek vannak, meg gyorsabban mennek, de azért tényleg, ha az utcán meglátsz egy ilyen 1976-os valamit, tehát azért azt mondod, hogy hát akkor ezek még tudtak. Nekem egy 70-es valami, igen, de jó. Igen. Illetve hát én nem tagadom, hogy talán nem most kéne elmesélnem, de egyébként nem érdekel, hogy én nekem egyszer hát nem cánalmasnak nevezem, de legmegkérdőjelezhetőbb érvrendszerem egy ismerkedés során az, amikor erre hát az utalás érkezett, igen, hogy de mégis hát az életkoromhoz képest én ezt úgy miért gondolom, hogy ezt mondom. És akkor az volt a válaszom, hogy miért? Hát a télapót is szereted, nem? Az ölébe üssz és énekelsz neki. Hát mit vagyok? És hasonló reakciót váltottam ki, de legalább elegánsan és emelt fővel tudtam távozni a visszautasítás helyzetéből. Ja, ez elutasítás, ja, vagyis. Igen. Hajnalban? Hát ezt inkább már délután csinálom. Ja. Oké, okay, jó. Figyelj, de mondtad, hogy a műsor meg rengeteg dolgokban benne vagy a producer, de most kicsit, én most nekem nem egy ilyen kerékköt, nem akarom itt tényleg, de hogy Emiről ez az nem lesz soha többet. Hát nehéz kérdés, nem hiszem, hogy lesz. Szerintem 2013-ban volt az utolsó koncertünk, ami sok szempontból nem sikerült, nem búcsúnak szántuk, hanem comebacknek, és utána kicsit én valahogy volt egy pont, ahol hátranéztem a színpadra, és azt éreztem, hogy mindenkit szeretek, azóta is jobban vagyok, némelyikükkel aktívan is csinálunk néha dolgokat, de azt éreztem, hogy ez nem az. A Hegyi Gyuri mondta meg ezt a legjobban, amikor beszélgettünk mindig arról, hogy igen, az is egy nagyon szép út, 70 éves korban is még azt énekelni, hogy Zazi az ágyban, vagy Hello Turist. Ja. És akkor a Gyuri azt mondta, hogy igen, csak minket már nem ez érdekel. Ja. Azt 20 évesen írtuk, 30 évesen futottunk be vele, 40 éves korunkig toltuk, és nem... Nekünk nem való. Ne? Én nagyon tisztelem azokat, fesztiválokon is mindig láttam, hogy egyszer játszottunk a P-Mobil előtt, vagy után, nem tudom, és akkor azért ott maradtunk, hogy hát na hát azért a P-Mobil gyerekkorunk. És akkor még mindig megy a nálam mindig 2 forint, ez a na. Hát és, akkor, és akkor most nem Bélás dobnak föl, mint a mi időnkben a Tabánba, hanem 200-ast, vagy nem tudom mit. Ha. És tehát, hogy van ennek egy csodája, egy romantikája, hogy úristenek, ezek emberek még mindig, és még mindig ott, és színpadról meghalni, de, tehát, hogy ez van egy... De nem mindenkinek való. A tudatodban azért mégiscsak jó, hogyha megcsiklandozza, ha nem is a minden perceidet, napjaidat, óráidat, de hogy te beírtál azért, most a kettőt említetted, ennél több volt ezt a két óriás lágert, tehát beírtad a magyar könyvzenét. Hát óriás láger, majd egyszer megmutatom neked az Artisius elszámolásokat. Az nem volt érdek. Ez akkora... Téged nem? Jó. Nem volt ez akkora, de mindegy, én nem visszafele nézek. Na, azért még nem vagyok annyira öreg, hogy visszafele nézzek. Én konkrétan úgy gondolom, hogy én még több dolgot fogok, több nagy dolgot fogok kérdezni, csinálni. Inkább azt kérdezni, hogy írsz-e még például? Tehát amikor nagy magányad... Írok, és máshol élek. Időpont, írsz még dalokat?
Például. Igen, igen, ez. Írok, és nem is nagyon érzem feltétlenül szükségét, hogy megmutassam bárkinek. Aha. Pont a karantén alatt fölvettem a gitárt, és született egy dal abban a pillanatban, meg is mutatom, ha akarod, mert egy tök érdekes dolog, hogy mi történik. Én bossanova srác vagyok, és az valahogy nekem nagyon jön és megy, ez már egy kicsit zártabb, régiesebb műfaj, és fölvettem a gitárt, és azt mondtam, de kifejezetten így, oké, délután van, karantén, kijárási, vírus, semmi, írok egy bossanovát. Fölvettem, és írtam egyet, és volt benne egy csavar, egy finom kis hangnemváltás, nem tudom honnan jött, még mindig kapom az adást, vagy még mindig, és ez a csoda, hogy ebbe a csodába részt tudok venni, hogy hüledeztem magam is. Mert ez a tehetség dolog, ez nem úgy van, hogy ezt nem tudjuk, hogy hogy van, de az nem az enyém, azt nem én csináltam. Inkább az olyan, mint hogy nekem van egy excessem, mintha kapnék egy passwordot időnként valamihez. De hiszen a transzcendentális most komoly, nem viccelek. Nem, ezt nem ilyen szempontból mondom. Lehet, hogy ez az egész az agyunkban van, vagy nem. Nem érdekel, én egyet tudok, ott született valami furcsa akkord hangnemváltás, és amire... Gyere! Az volt, hogy elkezdtem ilyen átlagba. Látszik? Aha. Ja, csak akkor kiszakad a fülem. Nem, hallom, az a fontos. Nem értem. Igen. És így tovább. Tehát ami érdekes benne az az, hogy itt volt egy ilyen, ezt a zenészek vagy hallják, vagy nem, semmi extra, tök átlagos kis dolog, de valami születség. Én ilyenektől boldog vagyok. Jó, figyelj, drága barátom, beszéltünk múltról, jelenről, jövőről, ennyi idő volt benne, mert még én órát. Jó van, hát figyelj, örülök, hogy láttalak. Én is. Meg annak is örülök, hogy van még köztünk ez, hogy én közben elfelejtkeztem, hogy hol vagyunk, vagy miről, vagy mi a célja ennek, tehát hogy én csak úgy veled beszélgettem. És nem, ez volt a cél, hogy velem beszélgettem. Rég láttalak, úgyhogy előbb-utóbb már láss. Igen, veled. Na, lássa, csodálatos ember. Egymást. Igen, csodálatos te ember. Hozod a rezsót, te hozod a rezsót, te meg hozom a kalapácsot, és csinálunk egy ilyen kis kettes partit, hogy táncolunk egyet rezsóval és kalapáccsal. Fölfedezünk olyan dolgokat is, amikről még fogalmunk sincs, hogy tényleg léteznek és vannak. Oké, okay. Jól van, Andis. Örülök, köszönöm szépen. Ölellek sokszor, és ölellek én is, szeretlek. Maradj még sokáig velünk a placon, meg mindenhogy. Csá. Köszönöm. Csáó, sziasztok. Szia. Csá. Aki nem szépen, ez volt a Blik meg győző, Dumáljuk meg podcast rovata. Hajós Andissal beszélgettük, akivel terveink szerint majd egyszer egy szép estén összejövünk, és félmeztelen kezemmel egy rezsóval, Andis kezemmel egy kalapáccsal hajnali mulatozunk. Reméljük ez a pillanat még eljön, Andris bácsi és Győző bácsi életében is. Sok szeretettel küldöm nektek ezt a műsort, ezt a podcast beszélgetést. Szerintem szuper jó volt, egy olyan emberre domáltunk, aki szerintem pótolhatatlan a piacon és a placon, és még reméljük, hogy jó sokáig itt lesz velünk. Habár az Emilul ez már nincs, de új műsorokkal és új káprázatos bossanovákkal és zenei szerzeményekkel fog meglepni minket. Andris, köszi, hogy vagy. Sziasztok, jövő héten találkozunk. Csáó!